Indul a nyaralási szezon, Európa kedvelt turizmusvidékein pedig végre enyhítettek a beutazási szabályokon. Mai adásunkban megtudhatjuk, idén melyek a megyében élők kedvenc úti céljai. Erről is szó lesz ma, de itt a 35 perc teljes kínálata. Parlamentben a Mi Hazánk. 6 képviselővel van jelen a párt az országgyűlésben. Sikeres próbaüzem. Célegyenesben a fényes litkei óriás terminál építése. Nyaraló szezon. Európa szerte enyhítettek a beutazási szabályokon. Folytatjuk a megyei országgyűlési képviselőket bemutató sorozatunkat. Egyedüli ellenzéki politikusként került a parlamentbe Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, aki az új országgyűlésben a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöki tisztségét is megkapta. Apáti Istvánnal Iván Aurél beszélgetett. Vendégünk tehát Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, én köszönöm szépen a meghívást. Képviselő úr, nem sokan gondoltak volna mondjuk tavaly ilyenkor arra, hogy a Mi Hazánk bekerülhet a parlamentbe. Másképp mérték önöket a közvéleménykutatók is, aztán mégiscsak sikerült. Önök hogy látják, minek köszönhető az, hogy ennyi szavazatot kaptak április 3-án? Szerintem legalább három tényezőnek. Következetességnek, a hitelességnek és a rengeteg munkának, amit elvégeztünk, amit beletettünk ebbe a nem csak 50 napos kampányba, hanem a 3,5 esztendőbe, és töretlen volt a hitünk azzal kapcsolatban, hogy ez sikerülhet, hiszen úgy van, ahogy ön mondta az előbb, az emberek többsége 5 forintot nem tett volna fel arra, tétként, hogy mi bejutunk az országgyűlésbe, és az egész választás ugye a két nagy tömb versenyeként volt feltüntetve, az Orbán maradj, illetőleg az Orbán távozását követelők hangos versenye volt ez. Aztán mi a 8-as pályán, a surranó pályán mégiscsak be tudtunk jutni. Viharos erejű, hogyha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy Orbán erejű ellenszélben, hiszen nem csak a balliberális média hallgatott el minket, hanem a Fideszhez közeli média döntő többsége is, sőt a véghajrában az utolsó hetekben a szórólapjainkat és az újságunkat sem vitték ki a terjesztők, illetőleg a korábban megkötött szerződést visszamondták felsőbb politikai utasításra való hivatkozásra, nem merték egész egyszerűen kivinni. Tehát mindkét nagy tömb megtett mindent annak érdekében, hogy azt a hamis látszatot keltse, mintha rajtuk kívül más nem is létezne. És hát a következetességet és a hitelességet azért említettem, mert ugye mégiscsak szóba kell azt hozni, hogy egy hajdan szebb napokat látott párt, amelyben én is elkezdtem a politikai pályafutásomat, olyan hihetetlen pálfordulást hajtott végre, és akkora hibát vétett és árulást követett el, amelyet szerintem nagyon rövid időn belül a hazai és a nemzetközi politológia szakokon tanítani fognak, hogy nem szabad, hogy nem lehet egy fordulatot végrehajtani egy valamikor egy nemzeti pártban. Mondhatnám azt is egy erősebb kifejezéssel élve, hogy ez a párt, a Jobbik a politikai nem átalakító műtétbe belehalt. Ott elvérzett a műtőasztalon, és az is látható, hogy a balliberálisok nagyon elmérték az egész összefogást, hiszen bebizonyosodott, hogy a politikában az 1:1 az nem biztos, hogy 2, jelen esetben az 1:1 az 0,5 lett. Mi ugyanazt mondtuk, következetesen, hitelesen, mint amit mondjuk 10 vagy 12 évvel ezelőtt, lehet, hogy már finomabban vagy kulturáltabban, vagy mások által is jobban emészhetően, de lényegét tekintve ugyanazt, és szerintem nagyon jól reagáltunk a kor kihívásaira, akár a világháborút helyettesítő világjárványra, a Covidra, akár a kötelező oltás témakörére, és megítélésem szerint nagyon jól kommunikáltuk az orosz-ukrán, pontosabban az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborúval kapcsolatos álláspontot, a balliberálisok pedig hibát hibára halmoztak, és ha megnézzük egy nagyon magas részvétel mellett, tehát ez egy nagyon erős legitimitás részünkre is, hiszen az úgynevezett rendszerváltás óta, most volt holtversenyben a 2018-as választása, holtversenyben a második legmagasabb részvétel, amely különösen megadja ennek az egésznek még a rangját, azzal együtt, hogy a választások óta eltelt másfél hónapban olyan fejlődésnek indultunk, amely minket is meglep, most már biztos, hogy kétszemegyő a támogatottságunk, tehát legalább 10% körüli.
A frakció megalakult a parlamentben, ha már a választási kampányról volt szó, és az üzenetekről, a fontosságról, melyek azok a témák, amelyeket önök fontosnak tartanak, és ellenzéki szerepben is tudnak képviselni a következő 4 évben? Ugye hát azt a 3 fő témát vázolnám fel, amit megígértünk a választóinknak is a kampány során, és amely a kampány végén egyre komolyabb veszélyt jelentett a magyar társadalomra. Az egyik ugye a WHO-nak, az a lopakodó, elhallgatott, nagyon-nagyon veszélyes felvetése vagy javaslata, mely szerint akár a Covid kapcsán, akár más elkövetkezendő világjárványok kapcsán, majd a WHO, mint egy ilyen kormányok feletti világhatalmi szervezet, majd eldönti, hogy milyen kötelező oltásokat kell elrendelni a világ valamennyi országában. Nyilvánvalóan ezt mi a legkeményebben ellenezzük, és követeljük azt, hogy a magyar kormány soha ilyen szerződést vagy megállapodást ne írjon alá. Fontos. Tehát önök nem az oltás ellen vannak, hanem az ellen, hogy a szuverenitás, amit Magyarország létezik, azt annak egy részét átadja. Pontosan. Tehát egészen pontosan a kötelezővé tétel ellen kampányoltunk már az elmúlt hónapokban is, erről szólt a programunk egy része, persze sok minden másról is, hiszen mi azt mondtuk kezdetől fogva, ezt tartjuk most is, hogy akár a Covid, akár bármilyen más vírus kapcsán, ha megjelenik egy oltás, mindenki saját szabad akaratából döntse el, hogy oltatja magát, vagy sem. Ha úgy dönt, hogy nem oltatja magát, akkor se érje semmilyen hátrány. Tehát mi az oltás kötelezővé tétel ellen kampányoltunk, és igyekeztünk felhívni a figyelmet a kötelezővé tétel mögött meglapuló, az új világrend kialakításában rejlő okokra, azokra a sunyi, alattomos okokra, amelyeket elhallgatnak a magyar emberek elől, meg egyébként más országok állampolgárai elől is. Másrészt pedig igyekeztünk felhívni az oltások hosszú távú mellékhatásainak veszélyeire a figyelmet, és lám, a legújabb meddőség adatok szerint hosszú idő után először csökkent a termékenység Magyarországon, igaz, hogy 200%-kal, de mégiscsak csökkent. Az oltás program után 1 évvel nem egyértelmű, de erősen gyanítható, hogy lehet okokozati összefüggés a kettő között. Az ellen persze meg zsigerileg tiltakozunk, hogy bármilyen világhatalmi szervezet, akár a WHO vagy más, sértse Magyarország szuverenitását, és a magyar emberek, a magyar országgyűlés is, vagy éppen a magyar kormány helyett majd ők hozzanak bármilyen döntést, főleg olyan döntéseket, amelyek hosszú távon veszélyeztethetik, de már rövid távon is káros hatása vannak a magyar emberek egészségére és mindennapjaira. Ez akkor az egyik, a Covid-diktatúra, ahogy önök hívták a választási kampányban ezt a gondolatot. Mi más, ami még fontos? Fontosnak tartjuk, hogy az alaptörvényt, hiszen a nevéből adódóan az egész jogrendszerünk, berendezkedésünk ezen alapszik, tehát ez egy alapvető, fontosságú módosítás lenne. Egy széles körű társadalmi konszenzuson kellene, hogy nyugodjon, egy alkotmányozó nemzetgyűlésen, hogy mi szoktuk nevezni, ennek akár a kétkamarás parlamenttől kezdve számos egyéb olyan programpontja van, amelyet külön műsorokban lehetne elemezni. Megígértük a választóinknak azt, hogy ne egy pártalkotmánya legyen Magyarországnak, mint volt az egyébként a 49-es népköztársasági alkotmány, és valljuk be őszintén a konszenzus nagyobb részt a konszenzus nélkülöző Fidesz által még 2012-ben elfogadott alaptörvény, hanem egy sokkal szélesebb alapokra helyezett alaptörvény legyen ennek az országnak, a történelmi alkotmányossághoz visszatérve. És amit különösen fontosnak tartunk, és lám a világpolitikai, a nemzetközi események azonnal fókuszba helyezték, a nemzetgazdaság megteremtése, különös tekintettel az élelmiszeripar újraélesztésére, feltámasztására, hiszen valljuk be, akár a világjárvány, akár a háború, a szomszédunkban zajló háború rávilágított arra, hogy lehet bármilyen modernnek, meg korszerűnek tartott a mi világunk, pillanatok alatt összeomolhat minden, és hogyha nagyon lecsupaszítjuk, akkor azt látjuk, hogy ha igazán nagy baj van, mi a fontos? Legyen egészséges ivóvíz, ne haljunk éhen, és ne fagyjunk meg, legyen mit inni, legyen mit enni, és legyen mivel fűteni. És hogyha külföldig, ha multik kezében van az élelmiszeriparunk, az élelmiszerkereskedelmünk, a feldolgozóiparunk, illetőleg a Magyarországon, a magyar földön, akár a kiváló Szabolcs megyei földeken megtermelt javakat, alapanyagokat kiviszik külföldre, ott feldolgozzák, a javát ott hagyják a nyugat-európaiaknak, a silány minőségű, sokszor rákkeltő adalékanyagokkal rendelkező feldolgozott terméket visszahozzák, eladják a magyaroknak, hogy nekünk az is jó, és ugye nem tudunk ellene tiltakozni, meg védekezni, akkor feladtuk a nemzeti önrendelkezésünket, és ez
ilyen világjárvánnyal és háborúval sújtott időkben fokozott nemzetbiztonsági kockázatot jelent, épp ezért szerepel a Mi Hazánk Mozgalom Viradat programjában kulcs fontossággal, kiemelt jelentőséggel a hazai feldolgozóiparnak a feltámasztása, ami azt jelenteni, hogy részben állami, részben magán tulajdonban több száz, akár 700 olyan részben réspiaci feldolgozó üzemet hozzunk létre, amely a helyi gazdák által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, vagy éppen az állattartás során tenyésztett vagy tartott állatokat helyben dolgozza fel, és ott juttatja el a boltok, jó esélye mondjuk a magyar tulajdonban lévő üzletek polcaira, amely hosszú távon biztosítja azt, amiről az előbb beszéltem, hogyha nagyon nehéz idők jönnek, akkor folyamatos lesz a magyar emberek élelmiszer ellátása, amellett, hogy kifejezetten támogatjuk, erre vonatkozólag hamarosan megszületik a javaslatunk, a kertek, udvarok kihasználását, hiszen az elmúlt 32 évben az embereket leszoktatták a kis háztáji gazdálkodásról is, éppen ezért felvilágosítással, természetbeni támogatással és akár pénzügyi támogatással elő kell mozdítani, hogy például itt Szabolcs megyében is újra hasznosítsák az emberek azokat a sokszor több ezer négyzetméteres kerteket, udvarokat, ahol az alapvető zöldséget, gyümölcsöt meg lehetne termelni, és mondjuk legalább a baromfi tartásig eljutva az alapvető hús és egyéb fehérre szükségletet is biztosítani. Háborús időkben ez a megmenekülés, a túlélés kulcsa lehet. Felvilágosításra lenne szükség, és némi ösztönzésre rávezetne az embereket arra, hogy vissza kell térni ahhoz, amit nagyapáink meg dédapáink csináltak, hiszen nekik volt igazuk, és nem azok, akik minden áron a modernitásban hisznek. A Mi Hazánk Mozgalomnak van egy bizottsági elnöki pozíciója is, amelyet öntölt be, ez a Vállalkozásfejlesztési Bizottság. Gondolom, hogy ezeket a szempontokat fogja majd a kormányzati szereplőktől számon kérni bizottsági elnökként és a parlamenti meghallgatásokkor. Pontosan, sőt, ezt már elkezdtem a heti bizottsági meghallgatások alkalmával is. Akár a Csák János, vagy éppen a Palkovics László, legutoljára pedig a Lázár János miniszterjelölt urak meghallgatásánál is ezeket a szempontokat érvényesítettem, és mindig a mikro, vagy talán még a mikrovállalkozóktól is kisebb vállalkozók érdekeire, az ő működésük feltételének megkönnyítésére, a partnerként való kezelésükre, és egyébként számos megyei érdek képviseletére, ennek fontosságára hívtam fel a figyelmüket. Akik ott voltak a bizottsági üléseken, már most a miniszter előtti meghallgatásokon, azok a bizottsági jegyzőkönyvekkel együtt tanúsíthatják, hogy bármelyik miniszterjelölt meghallgatásáról is volt szó a három közül. Én vagy a Csengeri Ipari Parkot, vagy a Mátészalka Ipari Parkot hoztam szóba, a helyi földműveseket, a gazdák érdekeit, az útépítések fontosságára hívtam fel a figyelmet, a munkahelyteremtés fontosságára, vagy például a Palkovics miniszterjelölt úr meghallgatása alkalmával egy megyénkben rejlő, méltatlanul elfeledett elképesztő lehetőségre a hadipari fejlesztése, ugye a reneszánszukat fogják most élni, és nagyon sokan elfelejtették, hál' Istennek a Mi Hazánk nem, hogy a mátészalkai cejzgyárban még 20 évvel ezelőtt a Gepard nevű, Gepard Fantázia nevű, a hadsereg különleges műveleti egységénél használt mesterlövész és romboló puskákhoz optikát gyártottak, vagy optikai eszközöket, amelyek egyébként a nemzetközi piacon is bármikor megállták a helyüket. Ezt a tudást kellene feléleszteni, és a gyártókapacitást hozzárendelni, nem csak a magyar nemzetbiztonságot és a magyar honvédelmet szolgálná, hanem egyébként üzleti szempontból is megérni ezzel foglalkozni. Számos olyan a megyénkben rejlő méltatlanul elfedett lehetőségre hívtam fel a figyelmüket, akár egyébként a kocsordi Tiszakastély felújításáig, állami tulajdonba vételéig, és akár egyébként turizmus vagy bármilyen egyéb jelleggel a hasznosításáig, amiből munkahelyek, magasabb munkabérek, jobb életfeltételek következnek, amit valamilyen a megye más képviselői nem tesznek meg. Az pedig részben saját sikeremként élem meg, amit Pintér Sándor belügyminiszter úr a minap bejelentett, hogy Csenger határában végre megépül az a börtön, amit 7 éve ígérgetnek, és amit 2017. május 4-én Orbán Viktor Csengerben a járási tanúszoda átadásakor élő egyenes adásban személyesen ígért meg Csenger és a csengeri járás népének. Nem esek túlzásokba, tudom, hogy nem rajtam állt, ha rajtam állt volna, már rég megépült volna a börtön. Az, hogy ez most sikerült, de örülök annak, hogy valamiért én is hozzá tudtam járulni, és a Vállalkozásfejlesztési Bizottsági elnöki tisztségnek az első hetekben is látom, hogy magasabb rangja van, mint ahogy én azt feltételeztem.
kétségkívül e tekintetben jó tárgyalt a frakciónk, mint hogy az esetek többségében elég jó érdekérvényesítő képességről tettünk tanúbizonyságot, mint hogy nyilván vannak olyan területek, ahol még a ciklus folyamán, letörög a ciklus elején azért kiigazításokra van szükség, mert meglehetősen érdekesen osztott el a Fidesz vagy a Fidesz baloldal háttéregyessége bizonyos fontos, akár bizottsági, tagsági tisztségeket. Képviselő, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és akkor számítunk önre a későbbiek folyamán és az elkövetkezendő négy évben. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget, bármikor nagyon szívesen jövök. A végső fázisába ért Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti átrakójának próbaüzeme Fényeslitkén. A több mint 40 milliárd forintból felépült intermodális terminál várhatóan júniusban kezdi meg tényleges működését. A kivitelezési munkákkal elsősorban környékbeli vállalkozásokat bíztak meg, a vállalat pedig munkavállalóit is elsősorban a helyiekből toborozta. Az East West Gate-nél bíznak abban, hogy rövidesen lecsendesül a háború Ukrajnában, a vasúti kereskedelem teljes kapacitásához ugyanis szükség van a tűzszünetre. Minden darumozgásnak a mozgása rögzítve van, amiből egyértelműen lehet látni azt, hogy melyik konténert hova milyen pozícióba emelte. Ennek az óriás darúnak a működési elvét mutatta be Fényeslitkén Tálosi János, az East West Gate vezérigazgatója a Magyar Logisztikai Egyesület tagjainak. Ez pedig már az az ultramodern operátori terem, amelyből 5G-s hálózaton keresztül irányítják majd a daruk mozgását. A hatalmas szerkezetek nem csak konténerek, hanem félpótkocsik, pótkocsik, sőt egész kamionok átrakodására is alkalmasak. Nagyjából egy hónappal ezelőtt kezdődött meg a próbaüzeme Európa legnagyobb vasúti termináljának. A komplexum egységei az eddigi tapasztalatok alapján probléma nélkül működnek. Jelenleg a technológiai berendezéseknek a próbaüzeme zajlik, ami a használatbevételi eljárást megelőzi. Ezt most már egy hónapja végezzük. Az összes darunak, a vasúti pályának, a vasúti irányítórendszernek, a torlátás szabályozó rendszernek a próbaüzeme zajlik. Ugye egyszer vannak a vasúti daruink, amelyek 5G irányítása működnek. Ezek 5G-vel közvetlen vezérlésre és mindenféle technológiai irányításban megfelelően üzemeltek. Az 5G privát hálózat kiépítése befejeződött. Annak a tesztje is, az eddigi tesztje is sikeresek voltak, nem merült fel probléma. Megérkeztek a termináltraktorok, jönnek a rakodóeszközök, az irodaépületben a technológiai rendszerek működnek, a számítástechnikai rendszert felépítettük, a szerverterem működőképes, most folyik a digitális ikernek, a Maxfernek a telepítése, tehát az elvárásaim és a kitűzött időrend szerint haladunk eddig. Amikor először beszéltünk róla, hogy nem lesz kezelőnek fülke a darun, akkor mindenki egy picit csodálkozott. Most már örömmel mondhatom el, hogy működik az 5G technológia a privát 5G hálózattal, és működik az a Maxfer digitális siker is, amiben ezt a darurendszert irányítani lehet, kontrollálni lehet, és lehet látni az egész terminál mozgását is. A terminál felépítése rekord gyorsaságú volt, hiszen tavaly évelején kezdődtek meg az első munkálatok a csaknem 120 hektáros területen. A kivitelezési munkálatokkal elsősorban környékbeli vállalkozásokat bíztak meg, a vállalat pedig az állandó munkavállalói kör tekintetében is leginkább a helyiekre épít. Nagyon sok jelentkező van, fiatalok, hazaköltözők, akik visszaszeretnek költözni Debrecenből, Nyíregyházáról vagy Budapestről a környékre. Jelen pillanatban 65 fő az alkalmazotti létszám, ezt még mintegy 15-20 fővel szeretnénk bővíteni. Most különösen már a felsőfokú végzettségeknek a felvétele fog bekövetkezni. A biztonsági személyzet, a technikai kiszolgáló személyzet az döntően már biztosított. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a létszám egy jelentős részét nem vesszük föl, hanem igénybe veszünk helyi vállalkozókat olyan szolgáltatási tevékenységre, mint fűnyírás, takarítás, területkarbantartás, hiszen azért itt mint egy 30 hektárnyi zöld területet kell nekünk gondozni, ami önmagában is egy jelentős létszámot és irányítást igényel. Én azt gondolom, hogy nem csak a fizetés az, ami meghatározza, hogy mennyire lojális a dolgozó és mennyi ideig szeretne ott dolgozni, hanem az egyéb olyan feltételek is, mint például az egészségügyi ellátás,
Ugye Magyarországon ismertek az egészségügyi ellátás viszonyai. Egy modern üzemorvosi rendelőt építettünk, ahol állandó asszisztensi szolgálat lesz. Negyed évente orvosi vizsgálaton vesznek részt a kollégák, ebbe beletartozik egy fogorvosi vizsgálat is, és finanszírozni fogjuk azokat a fogorvosi ellátásokat, amelyek hát mindenki által közismerten nem az olcsó egészségügyi ellátások közé tartoznak. Kelet és Nyugat vasúti kapuja várhatóan júniusban kezdi meg tényleges működését. Ahhoz persze, hogy a terminál teljes kapacitással üzemeljen, csillapodnia kell a háborús helyzetnek Ukrajnában. Fényes titkén felkészültek arra, hogy az alapanyag hiánnyal küzdő keleti szomszédba tűzszünet esetén eddig nem látott export indulhat meg, amiben nagy szerepe lehet a logisztikai központnak. Optimista vagyok. Nyilván ez egy nagyon sajnálatos esemény és körülmény, ami az szomszéd Ukrajnában történik, de én azt gondolom, hogy ennek vége lesz, és vége kell, hogy legyen egy belátható és rövid időn belül, ami pedig azt jelenti, hogy meg fog indulni az export, meg fog indulni az újjáépítés. Mert se tudunk mi gondolni abba, hogy milyen mennyiségű árunak kell kimenni ahhoz, hogy azt a fajta rombolást, ami a szomszédban történt, helyreállítsák. A másik pedig, hogy létfontosság Ukrajna számára, hogy mindazokat a termékeket, amivel ő rendelkezik, fagyasztott csirke, fagyasztott zöldségek, fagyasztott egyéb mirelit termékek, vagy nehogy Isten a búza és az étolaj, ezt kiutassa, a szintén kapacitásokra lesz szükség. Tehát én mindazon hideg politikai viszony ellenére is optimista vagyok a tekintetben, hogy ez a forgalom itt nagyon meg fog nőni és meg fog erősödni. Mindemellett pedig Fényes Litke és Záhony vasútállomásának fejlesztése és bővítése is szükséges ahhoz, hogy a kereskedelem hatékonyabb legyen a jövőben. Megszületett a kormányhatározat arról, hogy 12 milliárd forintot kap a MÁV, hogy saját cégeivel felújítsa Záhony és Fényes Litke állomásokat. A kormányhatározat megszületett, de a finanszírozási szerződést még nem kötötték meg. Ez nagyon fontos volna az Záhony térségének érdekében is, hisz ez lehetővé tenni a forgalom növelését és a üzembiztosabb működést is. Az East-West Gate terminál megépítésével Magyarország összhangban az állam stratégiájával, amely hazánk vasúti logisztikai potenciájának növelését tűzte ki célul, visszakerül a nemzetközi vasúti logisztika térképére. 2019 után az idei év az első, amikor szinte korlátozások nélkül utazható be Európa nagy része. Már csak alig egy hét van hátra a nyár kezdetéig, így már látható, hogy melyek a legnépszerűbb úti célok ebben a szezonban. Vendégünk Bicsér Dirita, a Sky Travel utazási iroda ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, én is. Mi az, amit tapasztalni lehet az utasok körében, mennyire élénkült meg az érdeklődés, vagy egy fellélegzés tapasztalható talán? Hát ez egy nagyon jó kifejezés, hogy fellélegzés tapasztalható, mert azt gondolom, hogy mindenki vágyik már arra, hogy tengerpartra menjen pihenni, kikapcsolódni, hiszen az elmúlt időszak ugye arról szólt, hogy főleg az hazai szállodákban töltötték a szabadidejüket, és bizony mindenki vágyik arra, hogy tengerpart. Nagyon sokan most már bátran mernek körutazásokra, városlátogatásokra is befizetni, de azért elsődlegesen azt látjuk, hogy a felhűtlen kikapcsolódás az, ami már az embereknek nagyon nagy örömet okoz, és várják is ezeket a pillanatokat. Mik a legfontosabb, a legkedveltebb úti célok, legkeresettebbek? Hát én azt gondolom, hogy a Covid előtti helyzethez képest nagyon változás nem fog beállni most a turisztikai piacon. Ugye a repülős desztinációkban Görögország és Törökország az, ami vezeti a prímet, hiszen Törökország az árértékarány miatt, hiszen azok a szolgáltatások, amik ott megtalálhatók, azok azért máshol ugyanannyi összegért nem igazán fizethetők meg a magyar állampolgárok számára. A Görögországot azt tudjuk nagyon jól, hogy a magyarok imádják a görögöket, irányják a gömörök ételeket, és autós közlekedéssel meg továbbra is Horvátország, ugye mint egy közeli tengerpart, vagy talán azt lehet mondani, hogy legközelebbi tengerpart, ez még mindig vezeti a listát. Mennyire tizedelte meg a szálláshelyeket, vagy vendéglátóhelyeket a koronavírus helyzet? Hát talán vendéglátóhelyeknél lehetne azt mondani, hogy többen zártak be, mint szállások, mert a szállások is bezártak ugyan, de ők most azért újra nyitnak.
A vendéglátóipari egységeknél látjuk azt, hogy ahol korábban esetleg ebédeltettünk csoportokat, ott talán most nem biztos, hogy mindig megtaláljuk a megfelelő lehetőségeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván ez az év vízválasztó lesz, mert aki újra akarja indítani ugye a tevékenységét, az ebben az évben meg tudja tenni. Hiszen nem lehet azt mondani, hogy biztonsággal tervezhető a jövő, mert tudjuk nagyon jól, hogy minden nap kiszámíthatatlan, de azért most annyira megélénkült a kedv, az érdeklődés, hogy azért most van realitása annak, hogy ne csak veszteséget termeljen egy-egy vállalkozás, tehát azt gondolom, hogy most sokan újra fognak nyitni. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy ők végérvényesen letették a lantot a Covid időszak alatt. Ezek a helyek ugye vagy új tulajdonosra várnak, vagy ugye majd más tevékenységet fognak ott folytatni. Tehát azt gondolom, hogy ez az év ilyen szempontból mindenkinek meg fogja határozni, hogy a tevékenység az folytatódik-e vagy sem. Ezzel együtt azt is lehetett látni, hogy a leállások alatt azt az időt sokan fejlesztésekre szánták, tehát nagyon sok beruházás is zajlott. Minden esetre talán elmondhatjuk, hogy sok újdonság fogja várni a turistákat. Igen, ez abszolút így van, akár belföld, akár külföld esetében, hiszen valóban ugye ezt a elég hosszú időszak volt, ugye, amit a Covid alatt zárva tartottak, akár a szálláshelyek, akár utazásirodák, bárki, vendéglátóipari egységek, és akinek volt tőkéje, az ugye fejlesztett, aki pályázni tudott, ugye az a pályázati pénzből fejlesztett, és azt gondolom, hogy külföldben esetében is elmondható, hogy ezek a fejlesztések ugye most az utasoknak mint plusz szolgáltatások fognak megjelenni, hiszen nem csak egy-egy felújítás volt, hanem különböző élményattrakciókkal is bővültek szálláshelyek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ki lehetett hozni ugye a lehető legjobbat ugye ebből a kellemetlen szituációból. Mi az, amire még figyelni kell? Maradtak-e még Covid-dal kapcsolatos előírások bizonyos országokban vagy helyeken? Hát igen, sajnos még mindig vannak. Tehát azt látjuk, hogy napról napra egyre többen mondják azt, hogy minden korlátozás nélkül lehet utazni, de ez még egyelőre nem minden országra terjed ki. Tehát én azt gondolom, hogy a konzuli szolgálat oldalát mindenki nézze meg, mielőtt egy utazásba belekezd, hogy éppen az aktuális szabályoknak megfelelnek-e vagy sem. Mert nyilván, ha azt biztosak vagyunk benne, hogy most a nyár a szigorítások, ha csak valami nagyon-nagyon fantasztikus, különleges dolog nem történik, akkor nem lesznek, hiszen, ahogy az előbb is említettem, mindenki folyamatosan lazít. Ugye nagyon sok ország, például nézzük, ugye Görögországot az előbb említettük, ő május 1-től semmit nem kér már a beutazó turistáktól. Én azt gondolom, hogy a konzuli szolgálat oldala tökéletesen működik, és azért legyünk tisztában, hogy ahova szeretnénk éppen utazni, oda milyen feltételek vonatkoznak, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy napról napra azért lazítanak. Sokan választanak egzotikus úti célt, ott mi a teendő? Az egzotikus úti célnél is ugyanezeket a feltételeket kell elmondani, hogy meg kell nézni, hogy melyik országokba lehet utazni teljes biztonsággal, és hova kellenek még ugye akár tesztek, vagy akár ugye különböző vízum, vagy egyéb ilyen. Ugye nyilván az egzotikus országokban ugye most megvan az, hogy ugye az évszaknak megfelelően ugye most egy kicsit kisebb az igényre, mint a téli időszakban nálunk, hiszen gyakorlatilag ott az időjárás miatt ugye sok olyan terület van, ahova ilyenkor nem szoktunk utazni, de vannak, akik ilyenkor is utaznak, mert csak ilyenkor tehetik meg, ugye, és azért tudjuk nagyon jól, hogy az éghajlati változás itt is bekövetkezett, hiszen amikor azt mondjuk, hogy valamikor ugye ez az időszak monszum időszak volt, akkor már a helyiek is örülnek, hogyha 2-3 órát esik egy nap az eső, tehát ezek a 24 órás esők, ugye, amik még az esőerdő környékén is éppen hogy csak felfedezhetők, ezek sajnos már ugye a klímaváltozás következtében megszűntek, tehát én azt gondolom, hogy ott is a beutazási szabályokkal érdemes tisztában lenni. Mennyiben változtak az árak a 2019-eshez képest? Azért most nagyon megugrott az infláció, az euró árfolyamról nem is beszélve, mennyivel drágább most egy út? Hát ezt így nehéz megmondani, hogy mennyivel drágább. Én inkább azt mondom, hogy ez országonként nagyon-nagyon eltérő. Egyrészt ugye fontos az, hogy dollár elszámolású országról beszélünk, vagy euróról, hiszen az elmúlt időszakban azért láthattuk, hogy most ugye a dollár szinte egy áron van az euróval,
És az az óriási különbség, ami eddig ugye volt nekünk az árfolyam különbözetben, az most nagyon-nagyon eltűnt, és azért nagyon sok országgal ugye dolgozunk dollár árfolyamos elszámolással, és azt lehet mondani, hogy igen, mindennek ment feljebb az ára, de talán én azt tudnám mondani, hogy a magyarok által nagyon-nagyon szeretett Görögország talán az, ahol legkevésbé lehet érezni ezeket az árakat. A horvátoknál is ugye azt mondjuk, hogy a szállások vonatkozásában annyira nem erősödtek meg az árak, inkább ott is ugyanúgy azzal kell számolni, amivel itthon, hogyha bemegy valaki a boltba vásárolni, akkor bizony a boltban ott is megerősödtek az árak. Tehát, hogyha korábban, nem tudom, 100-200 kunáért tudott valamit venni, azt most nem biztos, hogy 300 kuna alatt meg tudja vásárolni. Úgyhogy nagyon-nagyon eltérők ezek az áremelések, de azt gondolom, hogy ami még fontos, hogy amellett, hogy kifizetjük most az utazásokat, vagy bárki megveszi a szállását, repülőjegyét, még arra is kell gondolni, hogy mikor vegye meg a kinti valutát, akár dollár, akár eurót, mert ugye nem tudjuk, hogy most milyen áron van, nyáron milyen áron lesz, vagy melyik hónap mit hoz még ugye a magyar piacon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emellett is érdemes nagyon átgondolni az utazásokat, hogy forintban, euróban hogy fizetünk, mert ugye a kinti költőpénz, amit szintén meg kell venni a nyaralásra, azért az is okozhat még némi fejfájást az embereknek, hogy mikor érdemes megvenni. És akkor még az utasbiztosításról nem is beszéltünk, ami meg szintén nagyon fontos. Hát igen, itt mindig el szoktuk mondani bárhol, hogy Murphy törvény abszolút működik, hogy aki nem köt biztosítást, azzal nagyobb valószínűséggel történik valami, mint az, aki köt, és mindig azt szoktuk mondani, hogy inkább legyen kidobott pénz a biztosítás, de ha baj történik, azért milliós nagyságrendű segítséget is jelenthet. És érdemes olyan szakembertől vásárolni, akitől tanácsot is tudunk kérni. Attól függően, hogy éppen milyen időtöltést szánunk, lesz-e benne extrém sport és egyebek. Hát igen, mert azért, hogyha egy alapvető biztosítást kötünk, az nem biztos, hogy éppen arra a tevékenységre jó lesz. Gondolok itt például arra, hogy fiatalok nagyon szeretnek a tengerparton banánozni, szörfözni, egyebek, és ha egy alapbiztosítást köt, azok pont ki vannak ugye tiltva, tehát a biztosítás ezekre a kockázatokra nem fedezi. Úgyhogy igen, ez valóban így van, hogy mindig kérjük ki valakinek a tanácsát, hogy az, amit éppen szeretnénk csinálni, vagy fogunk csinálni, akár egy nyaralás, akár egy városlátogatás kapcsán, hogy az a biztosítás nekünk az valóban megfelelő-e. Arról nem beszélve, hogy akarunk-e ott külföldön autót vezetni, mert hát ez egy igen. Külön téma. Pécser Edita, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb friss műsorral, hétfőn várjuk Önöket, számítunk akkor is figyelmükre. Viszontlátásra!